Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV szemünk fénye című műsorát látják, tudják minden, ami a gyerekről szól. Napjainkban Európában a népesség több mint 50 a legalább túlsúlyos, és több mint 20 a elhízott. De a becslések alapján az utóbbiak aránya 2030-ra 50 ra nőhet, sőt, egyes államokban elérheti a 89 ot Az OECD jelentése szerint az elhízottak aránya Európában, hazánkban a legmagasabb, és sajnos a gyerekeknél sem jó a helyzet. A gyermekkori elhízás tíz év alatt majdnem megduplázódott. Elkéstünk vagy nem? Mihez nyúljunk? Hogyan kezdjük el a változtatást? Van-e még esélyünk? És milyen eszközök léteznek? Vendégem dr. Molnár Dénes, a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika Emeritus professzora, a terület szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és üdvözlöm a nézőket. Kezdjük az adatokkal, USCD jelentés, olvasom a papírról, amit írtak. A felnőtt magyar lakosság 30%-a elhízott, a túlsúlyosak aránya pedig ennek a duplája. Ezek nagyon nagy számok, és nem jó számok, ugye? Ezek nagy számok, és Európát vezetjük ebből a szempontból a felnőttek között. De hála Istennek a gyerekeknél, már nagyon magas az elhízottak aránya, ott Európában középmezőnybe tartozunk még így is, hogy jelenleg a legutolsó felmérés alapján, mert folyamatosan 2010 óta folyamatosan monitorizálják a gyerekkori elhízás egész Európába, sőt még Európában. az Európa Unióhoz nem tartozó országok is részt vesznek ebbe, és Magyarország is. Úgy tűnik, hogy az utolsó felmérés 2019-ben volt, és akkor a lányoknak a 27, a fiúknak 29%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. Ez 7 éves gyerekekre vonatkozott Magyarországon. 7 Tehát éves fiatal gyerekek. gyerekek. Ez azt jelenti, hogy az vagy vagyis pubertáskorban lévők között még ennél is magasabb. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden harmadik gyerek túlsúlyos vagy elhízott, és körülbelül 12%-uk az, aki ténylegesen elhízott. Ugye itt azt írja ez a jelentés, hogy három éves kor felett az életkor előrehaladásával párhuzamosan nő az elhízottak, illetve a, a, a túlsúlyosak aránya. Három éves kor felett. Ez így van? Először is ez igaz-e? És ha igen, akkor mi, mi, mi történik ott abban a korszakban? Hát egyrészt a három éves kort azért határozták meg, mert három éves kor alatt... Az, ha valaki elhízott is, azt nem illik nagyon kezelni. Három éves kortól szoktuk azt mondani, hogy na akkor oda kell figyelni és különböző intézkedéseket bevezetni, ezért van ez a három év. De hát van, aki korában már brettentő elhízott, van, aki már csecsemőkorában nem tud megtanulni járni olyan nagy a súlya. Én nekem számtalan olyan páciens sem volt. És valóban vannak, ugye ilyen hullámok vannak, inkább azt mondanám. Tehát a 6-7 éves kor az egy másik hullám, a kisiskoláskor, ugye akkor mennek iskolába, az addig óvodai élet helyett leülnek, 45 perceket ülnek, figyelnek, ott ünek 5-6, sőt, még több órát is az iskolába, jóval kevesebbet mozognak, és akkor van egy csúcs. Aztán egy kicsit csökken ez a csúcs megint, és a pubertáskorban pedig újból jön egy ilyen növekedési fázis. Nézzük meg a szavakat, a szavak jelentését. Beszéltünk elhízottról, meg beszéltünk túlsúlyosról. Van erre adat, ami alapján kijelenthető, hogy ez azt jelenti, az azt jelenti? Mi alapján mondjuk? Tehát mi pontos számok vannak. De gyerekeknél? De, ugye gyerekeknél az, hogyha valakinek még 25-ös a testtömegindex uh -huh. amit alapul szoktunk venni, ez azt jelenti, hogy az már elhizott. Az, a 25-ös? A 25-ös, sokszor. Uh -huh. Hát, hogyha veszek egy 3 kilós, 50 centis újszülöttet, annak ugye a, a testtömegindex az 12. Hát hol van ez a 25 -től? Ami még normálisnak mondható felnőttnél. Tehát gyerekkorban állandóan változik a testtömegindex, Először van egy nagy csúcsa, aztán lecsökken, ahogy elkezdenek mászni, uh -huh. járni, futni, uh -huh. szépen csökken ez a testtömegindex, és aztán 5-6 éves kortól kezdve kezd el újból növekedni, és ére a felnőttkori határt. Tehát minden életkorra, és nemre, minden évben külön szám tartozik ahhoz, hogy ki az, aki túlsúlyos, vagy ki az, aki már elhúzott, illetve ki az, aki súlyosan elhúzott. Tehát erre táblázatok vannak ezt nem lehet megjegyezni fejből ezeket a számokat természetesen. Nem is a számokról szeretnénk beszélgetni, hanem inkább arról, hogy mennyire függ ez össze az életmóddal, vagy mennyiben csak az életmóddal függ össze, hogy most itt tartunk jelenleg Magyarországon. Ugye itt a mozgás, mint tényező elhangzott, a táplálkozásra is már utalás érkezett, és valamilyen szinten a genetikát is, hiszen említette, hogy volt olyan csecsemő, aki alig tudott megtanulni járni. Tehát nyilván a genetikának is valami hatása van. Tudunk -e erről valamit mondani, össze tudjuk ezt foglalni? Össze tudjuk foglalni, azt kell mondjuk, hogy körülbelül 5%-a az az elhízottaknak, akiknek valamilyen okot lehet a háttérbe találni. Tehát Öt betegséget, uh -huh. genetikai okot, ismerünk számtalant, de az egész világban egy-két tucat családnál tudták ezt kimutatni. Tehát nincs igazán genetikai ok a háttérbe, az más kérdés, hogy vannak úgynevezett hajlamosító gének. Azonban ezek a hajlamosító gének, ha úgy élünk, és olyan körülmények között, akkor ezek nem aktivizálódnak, és nem leszünk elhízottak. De ha bekerülünk ebbe, az úgy hívják, ugye, hogy kövérség egy segítő, obezitogén környezet, amiben élünk most, ezek aktiválják ezeket hajlamosító géneket, és aki ebben benne van, az bizony hajlamos lesz, vagy el is uh, hízik. Tehát van genetikai háttér, de ez nem jelenti azt, hogy ebb mögé el lehet bújni, hanem, mert, hanem ez ellen lehet tenni. Tehát felelősen próbáljunk a témához közelíteni. Elsősorban akkor szülőként, ugye, egy gyerekekről beszélünk. Mit tehetünk? Ugye van egy ilyen adat, hogy a gyermekkori elhízás 10 év alatt majdnem megduplázódott. Ez hatalmas szám és egy hatalmas negatív trend. Igen, hát ez a 10 év, ez azért több évtized volt. Tehát a okay. 80-as évektől duplázódott meg a számuk, de pár év alatt is 3-4 százalékot tud növekedni. És ez a növekedés sajnos folyamatos. Volt egy pár év, amikor azt hittük, hogy na, sikerült megállítani ezt a, hát most már járványnak hívjuk, uh -huh. mint egy járványos betegség, hiszen olyan magas a szám. Uh, és aztán kiderült, hogy ez egy átmeneti megtorpanás volt csak, és sajnos folytatódik. Magyarországon mondom, aránylag jól állunk, de, és ez össztársadalmi feladat. Erre majd később kitérünk. De a legfontosabb az a család. Ugye beszéltünk, hogy genetika öröklünk valamit, de legtöbb esetben nem azt örököljük, hogy ilyen a test alkatunk, hanem azt örököljük, hogy milyen az életmódunk, milyen aktívak vagyunk, mennyire sportolunk, mit eszünk és mennyit eszünk, mit tartunk kevésnek, és mit tartunk soknak, és ezeket otthonról hozzuk és ha otthonról hozunk dolgokat, akkor már 10-20 éves korban nehéz új ízekhez hozzászokni, nehéz új szokásokat beiktatni az életünkbe. Tehát ezt nagyon korán, már csecsemő korban el kellene kezdeni, és az anyukáknak, apukáknak kellene odafigyelni, Jaj, hát ez a kisgyerek azért ez, ez pár kilóva több, mint kellene talán. Vannak ilyenek, akik jönnek egyébként, na ők a legkedvesebb kuncsaftok, hamar eredményt lehet elérni, mert odafigyelnek, fértik a gyereküket. Sajnos a legtöbb esetben mikor jönnek? Akkor jönnek, ha már a gondozónő vagy a... A, a iskolaorvos ötször mondta nekik, hogy most már jöjjenek, és akkor is azt mondják, hát nem is tudjuk, hogy miért jöttünk. Nem ismerik fel azt, hogy probléma nem, van? Nem, nem hm. ismerik fel a problémát. Általában 100 kiló szokott egy ilyen bűvös szám lenni. Ameddig a 13 éves. 100 kiló mint súly mintes egy gyermek esetében? Hát 13-12 éves lányok szoktak megjelenni a szülőkkel. Hát most már tessék elképzelni, most már 101 kiló. Amíg 99 kilogram volt, addig nem volt baj. Uh -huh. Tehát vannak ilyen bűvös számok, de hát ez mindenre igaz, a benzinától kezdve a sajtáráig. E, és akkor jönnek. De akkor már ugye nagyon nehéz segíteni rajta. Amíg egy kicsi túlsúlyban van a gyerek, addig az is elegendő, ha a súlygyarapodás ütemét lelassítjuk. Ha valaki egy bizonyos súlyt már elért, ott azt csökkenteni kell. Na, az, az egészségügyi személyzetnek, a szülőknek, és hát magának, a gyereknek, serdülőnek, vagy még kisebbnek, az hatalmas probléma, és nagyon nehéz megoldani. Menjünk vissza akkor a gondolatnak a legelejére, honnan elkezdett erről beszélni, hogy már a, a pici csecsemőkortól kezdve a szülőnek dolga odafigyelni arra, hogy hogyan táplálja a kicsiét. Mi az, amire a szülőnek figyelnie kell? Honnan tudja, hogy... Mi az elég? Honnan tudja, hogy milyen gyakran? Honnan tudja, hogy mi az a táplálék, amire a gyereknek szüksége van? Mennyire a szülőnek kell tudnia, mennyire a gyerek szervezetére, milyen mértékben a gyermek szervezetére, a szervezete jelzéseire figyelni? Ugye egyfajta testtudatosság témakörben próbálok tapogatózni. Ö, szóval, hogy hol kezdje? Hát a védőnői hálózat Magyarországon azért elég jól működik. Uh -huh. Tehát ők odafigyelnek arra a vizitek alkalmával, hogy ez a gyerek elmaradt, nem fejlődik úgy, ahogy kell, vagy túlságosan gyorsan fejlődik. És akkor a védőnővel ezt meg lehet beszélni. És igen, van előírás, hogy azért megháromszorozza a testsúlyukat az első életévbe. Ez most már egy kicsit elavult, mert egy kicsit legalább 10 kilósak lesznek a gyerekek, vagy 11 kilósak, de nem 15 vagy 16. És az is lehet, hogy valaki csak szoptat, ennek ellenére elhizik. De ez úgy szokott történni, nekem volt egy páciensem, és még megvizsgáltam, ez csecsemő volt, az anyuka az körülbelül ötször kapta föl az ágyról, és tette a mellére, mert hogy a csecsemő éhes, mert éppen megnyikkant, vagy egyet -egy sírt. Na most, hogyha az anya is el lehet egy csecsemőt, abból túl sokat fogyaszt ugye most ez egy lehet, hogy csúny hasonlat, de a szarvasmarha is el tud hízni, ha túl sokat legel, uh -huh. pedig csak füvet eszik. Uh -huh. Tehát mindegy, hogy mit, de ha túl sokat eszünk belőle, ezért oda kell figyelni a súly fejlődésére. És azt ki kellene írtani a társadalomból, vagy hát a szülők tudatából, hogy jaj, a Józsika a szomszédba két kilóval több, mint a miénk, be kell hozni. Tehát nem kell szomszéd gyereket figyelni. Ne az legyen a példa. Ne az legyen a példa, hogy szép gyűrűs combjai és karjai legyenek, mint a murilló festményeken, mert az igazából nem egészséges. Tehát az is mondja, hogy lehet, hogy ez valamennyiben kulturális kérdés, és hogy mit tartunk, mondjuk mi egészséges, szép gyereknek, mit tartunk egy fejlett gyereknek. Ez teljesen így van. Régen, még amikor én fiatal voltam, és jártam falura, hát egy igazán egészséges felnőtt férfinak azt tartották, akinek volt egy kis pocakja, jó izmos volt, jó megtermett, igen. Ma már nem ez az ideál. És egyes országokban, Oroszországban például egészen más az ideál, és tartják az ideális mint mondjuk Franciaországban, vagy Angliában. Tehát ez kultúra függő is. Igen, de nem csak ugye az esztétikáról beszélünk, hogy mi a szép, vagy mit tartunk szépnek éppen aktuális, hanem hogy az egészség oldaláról próbálunk közelíteni, mert hogy ugyan, ugyanis a rizikófaktor nagyon magas már, hogyha gyerekkorban elindul egy ilyen állandóan fennálló testsúly probléma, akkor bizony az felnőttkorban gyakran tovább viszik, és ez sok egészségügyi problémának a gyökere hát, tud lenni. Mivel a családokhoz beszélünk, szülőkhöz, Igen. főleg kisgyerekes szülőkhöz, ugye ezt tudni kell, hogy a felnőttkori betegségek, azok a fogantatás pillanatától meghatározottak, illetve azokká válnak. Tehát az egész méhen belül élet során, a születésünk utáni rö rövid intervallum, ezer napról szoktuk beszélni, az első ezer napból, tehát a fogantatástól az első két év végéig. Addig nagyon sok minden úgy beprogramozódik, ezt korai programozásnak szokták mondani, hogy ott eldől már, hogy mennyire leszünk hajlamosak bizonyos betegségekre. Szívbetegségek, érrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás, akár egyes tumoros betegségekre is igaz ez. Tehát, hogyha odafigyelünk és utána nézünk, persze megfelelő csatornákat, szociális médiákat használva, amelyek igazat mondanak, akkor bizony sokat tehetünk a gyerekünk későbbi egészségéért már az első két életévben. Akkor induljunk el ezen az úton, nézzük azt, hogy van egy tudatos szülőpár, aki azt mondja, hogy szeretne felelősen gondoskodni a gyermekéről ilyen szempontból is, és azt mondja, hogy én az ő étrendjét, az ő mozgásrendjét, az ő környezetét szeretném úgy kialakítani, vagy abban segíteni őt, hogy olyan környezetben tudjon élni, ami számára testileg is a. Optimális lehetőségeket biztosítja. Szóval, hogy akkor hol vannak a hiteles források, hol kezdje el vizsgálni az adott gyermeket a szülő, és mi, mi mentén, honnan kaphat segítséget, honnan kaphat tudást, hogy összeállítsanak a gyereknek az étrendjét. Mit szabad, mit nem szabad, mennyit szabad, mi jó neki, mi nem jó neki. Hát én azt mondanám, hogy ugye mindenkinek van saját majdnem, hogy gyermekorvosom, mm. eh, ahogy szoktuk mondani védőnőm, akikhez nyugodtan fordulhatnak. De vannak bizony a YouTube-on és egyéb médiumokban olyan ö, anyag, amihez fordulhatnak, hogy hogy kell egy csecsemőt egészségesen táplálni, és természetesen, amikor a szülő törekszik is, akkor is félre csúszhatnak. Dolgok, mert nem minden úgy működik, ahogy azt ajánlják. Hiszen amit mi ajánlunk, vagy ajánlani tud bárki, azok általában statisztikai igazságok. Tehát egy nagyobb populációra igaz, de egy egyénre az egyáltalán nem biztos, hogy az fog működni. Tehát lehet törekedni arra, hogy jól csináljuk, Így de nem biztos, van. hogy működik. De nem biztos, hogy működik, de akkor ezeket ki kell igazítani. És ez kezdődik a teherbe esés előttől ha már tervezik, hogy mikor fog terbe esni az anyuka, attól kezdve, akkor legjobb, ha akkor már optimális a tessúlya, úgy esik teherbe, a terhesség alatti súlygyarapodását kontrollálja, táplálkozását, fizikai aktivitását, tehát egészséges életmódot él, megfelelő vitaminbe, tehát ugye fósavról mindig szó van, ezt már mindenki tudja, de nem csak erről van szó, hanem zsírsabb beviterő, telítetlen zsírsabb beviterő, sok mindenről. És a születés után pedig, hogy anyateljel táplálja. Manapság szerencsére a kutatások eredményeképpen már a mesterséges tápszereknek is a fehérje tartalmát majdnem olyan alacsony szintre hozták le, mint az anyatej fehérje tartalma, ugyanis az emlősök között a legalacsonyabb fehérje tartalma az anyatejnek van. Egy egérkének magasabb a fehérje tartalma. És régen magas volt a fehérje tartalma ezeknek a mesterség és tápszereknek, és ez számtalan következménye járt, de most is az optimális az az anyatej. És azt kell tudni, hogy hat hónapos korig legalább csak kizárólag anyatejjel tápláljuk, és ne adjunk egyéb, tehát tea, persze lehet egy kis víz, vagy de szörpöt, édes üdítőitalokat és egyebeket, azokat nagyon kerülni kell. És utána jön aztán a, és hogy mennyi az a megfelelő, nyatáj, amennyit, ezt nem lehet megmondani, Egy átlagot tudok mondani, de minden gyereknél ez más. Tehát szóval, hagyni kell szabadon, hogy annyit szopjon, amennyire őnek is szüksége van. Úgyis a 99 annyit fog fogyasztani. Na most ez egy nagyon érdekes gondolat most, amit itt mondott, és ebbe engedje meg, hogy belekapaszkodjak, hogy hagyni, hogy ő annyit fogyasszon, akár az anyatejből, akár aztán később mondjuk más ételekből, amennyit ő kíván, vagy annyit ő akar. Mennyiben hagyatkozhat erre a szülő? Most az anyatej esetében igen, de később, amikor már hozzátáplálás van, vagy akár mondjuk nem tudom, amikor már ő maga veszik a hűtőből, amit, amit megkíván. Szóval hogy mennyire hagyhatja a szülő azt, hogy, a gyerek testének a jelzéseinek teret adjon. Én kívánom most a húst, én most nem kívánom a húst. Kívánom a tejet, nem kívánom a zöldséget, holnap fordítva lesz. Egy gyerek, hogyha szabadon táplálkozhat, ő akkor fog táplálkozni, amikor éhes, akkor iszik, amikor szomjas, természetesen a lázas beteg, nagy kánikula van, és ilyenek nyilván kivételek vannak, de általában az év 365 napjából 360 napba, hát nyugodtan, annyit eszik, annyit iszik, amennyi az ő fejlődéséhez szükséges. Mert ő azt érzi. Leg, azt ő érzi, ez egészen biztos. Ami baj, hogy a nagyszülők, vagy az édesanyja azt mondja, hogy hát a gyerek ez nagyon vékony. De olyan, ö, és akkor eljönnek hozzánk, hát százával láttam ilyen gyerekeket, Hát teljesen normális a súlyuk, a hosszfejlődésük, mindenük, de hát ők olyan vékony csontúak, vékony húsúak. Hát egy, egy kisgyerek milyen legyen? milyen legyen? Ez az egészséges. Uh -huh. Nem az az egészséges, aki kétszer olyan súlyú. Tehát nem kell félteni a gyereket, és ha nem eszik egyszer, vagy nem eszik kétszer, hát majd be fogja pótolni. Hát mi se eszünk egyforma étvágya reggel, débe, este, tíz óraira, vagy ugyanúgy hétfőn is, meg vasárnap is, ez nem így van. Tehát a szabadságot hm. kell biztosítani a gyereknek, és az egészséges táplálékot kell neki felkinálni időről időre. Van, amikor ugye, új ízeket kell bevezetni, ezt mindenki tudja. Amikor van az elválasztás időszaka. Van, akinek húszszor meg kell azt az ízt kínálni, próbálni, és van, aki soha életében nem fogja megenni, természetesen mondjuk a brokkolit, ami nagyon egészséges. De hát van helyette más. Tehát igazából arról beszélünk, hogy valahogy a szülők részéről egyfajta türelem, nagy türelem, ugye nem könnyű sokszor így, most a brokkolit említette, sok egyéb ételre, ugye a gyereket gyereket megkínálni és kivárni, hogy azt ő elfogadja. Tehát türelem és egyfajta bizalom abban, hogy a gyerek tudja, érzi, hogy mire van neki szüksége. Ugye ez egy hozzáállásbeli változás, vagy változtatás a szülők részéről, jól mondom? Igen, a szülő azt szereti, ha tiszta a tányér, mindent Minden megeszik neket. a gyerek, hát így van, főleg a nagymamák szoktak ugye így uh -huh. viselkedni. Meg hát ha most én hozzám jött, akkor ott most csinálok három süteményt, négy süteményt. És ez a szülők nagy felelőssége, hogy az édességek, az édes íz megkedveltetése, hogy ez minél későbbre, mert úgyis előbb-utóbb, ha máskor nem az óvodába, oda behoznak ugye a társak is hmm. ilyen édességet, előbb-utóbb hozzászokik, és az ember egy vele született ilyen született tulajdonság, hogy az édes ízt kedveli. Tehát ezektől ugye meg kell tartóztatni, a zűdítő italoktól, a sok szénhidrátot, azonnal fölszívódó szénhidrátot tartalmazó ételeket, kerülni kell. És ha ezeket hozzászoktatjuk korán a gyereket, akkor később is hajlandó lesz ezt elfogadni. Tehát ugye akkor az, hogy mit kínálunk föl, már első perctől kezdve, ez egy nagyon fontos dolog, akkor az, hogy bízunk-e a gyerek testében, vagyunk elég türelmesek, hogy kivárjuk, hogy az a gyerek mit akar, vagy Igen. hogy mikor akarja azt, ami egészséges, ugye eddig erről beszéltünk. Ha a gyerek nem akarja, fogadjuk el azt is, hogy nem akarja. Így, ez teljesen így van. Uh -huh. Tehát ne, nem, le, nem kell ráerültetnünk uh -huh. az akaratunkat, de ugyanígy a pályaválasztásnál is Hát ki kell puhatolni egy gyereknek, hogy mi ez van tehetsége, milyen irányú az érdeklődőcs, és azt kell segíteni, azt az irányt, nem ráerőltetni a mi gondolatainkat, kívánságaikat, vágyainkat. Mert ez, ez, ez történik legtöbb esetben. Tehát mondhatjuk azt, most akkor orvosként is akár, hogy mondjuk a gyermekkori elhízás mögött állhat egy ilyen tényező is, hogy azok a minták, azok, az a szocializációs folyamat, ami mondjuk ami a gyermek keresztül megy, vagy, vagy áthalad picikorában, az vezet el odáig, hogy hát ez az, az egyik. ez az egyik dolog, ugye a szülők felelőssége, mm -hmm. és hogy vegyék észre, hogy most egy kicsit gyorsabban nőtt a súlya, és figyeljenek oda, kérjenek segítséget idejébe, ideje korán. De ezért az elhízás az egy betegség, és minden betegséget korán, időbe kell kezelni, illetve megelőzni, ha lehet. Mikor van az időben, ugye? Ez is egy érdekes kérdés, mert ugye ez az egyedi elbírálás, az, hogy én hogy érzem, kövérnek látom, vagy nem, elhízottnak látom, túl látom, lehet, hogy nekem éppen így tetszik, pont azt gondolom, hogy így az egészséges. Tehát hol, ez egy érzékeny kérdés, nem? Hogy hol ez van ez a határ? Igen, ez teljesen egyéni, tehát én tudom, és hát én szoktam mutatni egy ilyen ábrát, ahol egy nagy kövér emberbe van egy egészen kis vékony emberke, és hát ez így van, van, aki benéz a tükörbe, és azt mondja, hogy én ha, nem is vagyok kövér. Van egy ilyen, egy vézna kis barbi baba, az meg úgy érzi, hogy még most is kövér. Tehát az, hogy minek érezzük és minek látjuk magunkat, az teljesen egyéni, de sajnos ettől függetlenül, ha a súlygyarapodásunk vagy a súly bizonyos határt elér, és az krónikusan fennáll évekig, az előbb-utóbb betegséghez vezet. Gyerekeknél. Legelőször is a pszichés oldal jön, hiszen a közösség kiközösíti, perifériára jön. szorítja, stigmatizálja, ezért aztán nem tud beilleszkedni, a tanulása csorbát szenved, sok mindent. Először jönnek a pszichés problémák, de erről nagyon keveset szoktunk beszélni. De eddig Pedig nagyon meghatározó, nagyon az meghatározó, élektörbe. így van ha serdülőkorban fiúknál is, de főleg lányoknál, ugye jönnek ezek a, mind a terhességi striák. Mm. a hirtelen növekedést, gyarapodást úgy kötőszövegre megszakadnak, és ilyen csíkok eléggé jól látható, kellemetlen, kozmetikailag bántó csíkok keletkeznek. Hát ez egy nagyon gyors hatás. Ez ugyancsak pszichésen aztán rossz hatással van a gyerekekre, és akkor utána jön a magas vérnyomás, most már nem. százával járnak, én amikor kezdtem, nem volt magas vérnyomás gyerekkorba. Most százával jönnek a serdülők, és kezelni kell őket. Van, akiknél persze nem, nincs háttérbe elhizás, de a zöme az elhízott, és nagyon sokan isznak ugye napi egy, kettő, három liter kólát, vagy energiaitalt. Most ezek a gyerekek, ha ezt elhagyják, gyógyszer normalizálódik a vérnyomásuk. Tehát ezekkel az egyszerű dolgokkal tönkre tehetjük a gyerek életét, illetve beteggé tesszük, ha nem is gyerekkorba, de akkor fiatal felnőtt korban. Jön a cukorbetegség, ez se volt. Gyerekkorba kettes típusú cukorbetegség nem létezett a tankönyvek szerint se amikor én tanultam. Most sorba vannak a gyerekek, 14-15-16 éves gyerekek, akiknek már cukorbetegsége van. Na most egy beszélgetés közben egyszer említette, hogy ez szinte járványként említhető már az elhízás járványa, és Látható, hogy nem elegendő már az, hogy egyéni szinten változtatunk az életünkön. Nyilván első lépés az ez, de hogy szükség lenne valami össztársadalmi összefogása, ugye erre is történt már utalás. Ön nagy aktivistája és zászlóhívője ennek a témának. Hol látja ön mondjuk társadalmi szinten a beavatkozási lehetőségeket? Hát, hogyha most kezdhetjük fölülről is, meg alulról is, ha alulról kezdjük, akkor ugye a családdal kezdtük. A család körülvevő egészségügyi személyzet, Uh -huh. Tehát a orvos, gyerekorvos, védőnői hálózat, aztán az iskolorvosi hálózat, az oktatásügy, amelyikre kulcs szerepe van. E, aztán jön a városi-regionális vezetőség, politika, uh -huh. gazdasági vezetőség, és jön a a, a, tulajdonképpen a kormány tevékenysége. Most ezek, és jönnek a, a, a tömegkommunikációs eszközök, írott, olvasott, nyomtatott, vagy Például elektronikus a sajtó. Akár igen, ez a, a, a szemünk fénye is, mint nagyon jó példa. Ezeknek együttesen, egyfelé kellene hatni Együtt kellene dolgozni, nem kampányszerűen, hanem folyamatosan és hosszú időn keresztül. Egy nem várható eredmény két éven belül, hanem generációk szükségesek ahhoz, hogy itt nagy váltás létrejöjjön. Tehát beszélni róla, felismerni, hogy a probléma van, megérteni, hogy a probléma mi, látni a probléma eredetét, és beszélni róla folyamatosan, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. Orvosolni lehet, és hogyan lehet. Erről beszélünk. Erről beszélünk. És hogy az intézkedések, amik megszületnek, uh -huh. azok effektíven hajtogjanak, magyarság, haj hajtogjanak végre. Uh -huh. Tehát a végrehajtás megtörténjen. Ilyenek. Nagyon jó, ugye ez úgynevezett csipszadó, uh -huh. de nem váltja be a. Hozzáfűzött reményeket. Nagyon jó a menzareform, nagyon jó az ötszöri testnevelés, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni. Tehát ezek a programok mind egy irányba hatnának, de nem tanulnak meg a gyerekek úszni, mert nincs elég úszoda, bezártak az úszodák. COVID miatt bezártak most az úszodák az energiaválság miatt. Nincs hely, ahol megtanuljanak úszni. A menzareformák kiderült, hogy a fele gyerek nem jár menzára. Na akkor hol a hatása? Sajnos elveszik a hatása. Tehát ezekre a végrehajtás, tényleg végre hajtódjanak, és effektíven ezekre kellene nagy hangsúlyt. És itt van például az, az oktatás ügynek hatalmas. És hát a, a tömegkommunikáció pedig ott a hirdetések. Erre számtalan vizsgálat van, a gyerek egyébként, amikor a tévében valamilyen hirdetés van, az így hangosabb is. Én a saját unokáimon is érzékelem. Szaladgál a szobában, minden csinál, nagyon buzgó, rökmozgó, és megszólal a reklám, és mint akiben a villám csapott, megmerevedik, és megáll a tévé előtt. És hajjám, amit mondanak. Hát persze, ott a figyelme. Hogy most ilyen ital, olyan csoki, és a többi. És azokat, amikor megy a szülőkkel vásárolni, azt észre is veszi, és ki is követeli. Tehát a tömegkommunikációnak a felelősségéről beszélünk, ugye, hogy a nyilvánosság előtt milyen információk jelennek meg, és az ismeretterjesztés, a hiteles információ közreadásának a fontosságáról is beszél, ugye? Arról is beszélek, a meg folyamatos. a kártékony, és a kártékony hirdetésekről, kártásáról. amelyikben én tudom, hogy pénz van, és tudom, hogy gazdasági oka van, hogy ennyi hirdetés van, de hát sajnos ez így van az étel kiegészítőktől kezdve mindennel, ami nem hogy hasznos, hanem drága és káros. Tehát ezeket nem szabadna legalábbis egyes csatornákon, legalábbis nem lenne kívánatos hirdetni. A társadalmi szinten ugye akkor ugye ez lenne a feladat, az egyik feladat, a szülői oldalról pedig az, hogy egyfajta kritikus gondolkodásra nevelje vagy tanítsa a gyereket, és megtanítsa szelektálni a, a dolgok között, hogy mi az, ami káros, mi az, ami eh, hasznos számára, eh, akár az egészségi, akár tehát testi vagy, vagy lelki egészsége számára. Azt gondolom, hogy eh, ebben a fél órában sok mindenről beszéltünk, eh, és rengeteg dologról még nem beszéltünk, amit a téma kapcsán viszont említeni kellene. Molnár Dénes, én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Abban bízom, hogy talán azzal, hogy ezt a fél órát ennek a témának szenteltünk, néhány ember fejében elindítottunk valamiféle változást a gondolkodásban, hozzás Hát csak remélni tudom. Köszönöm szépen, hogy én itt is volt. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogyha velünk voltak az elmúlt fél órában. Két hét múlva is lesz szemünk fénye, mi akkor is várjuk Önöket. Minden jót. Viszontlátásra. E aí